újabb felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Honvédelmi Tárca. A Győri Széchenyi István Egyetemen aláírt szerződés értelmében a jövőben kiemelten kezelik a közösen létrehozható kutatásfejlesztési projekteket, valamint az önkéntes tartalékos rendszer népszerűsítését az intézmény hallgatói között. Szabó István honvédelmi államtitkár a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott, a magyar kormány azért indította el a honvédelmi és haderőfejlesztési programot, hogy a megváltozott biztonsági környezetben hazánk meg tudjon felelni az új kihívásoknak, vagyis Magyarország a mai kor színvonalának megfelelő haderővel rendelkezzen. A program egyik része a legmagasabb színvonalú, legmodernebb haditechnikai eszközök beszerzéséről, míg a másik a katonákról szól, akiknek toborzása, különös tekintettel a fiatalokra, prioritást élvez. Nyilván ezekhez a technikai eszközökhöz nekünk olyan katonákra van szükségünk, akik egyrészt fel vannak készítve ezeknek a technikai eszközöknek a kezelésére, működtetésére, üzemeltetésére, másrészt pedig elkötelezettek a haza védelméért készek és képesek tenni adott esetben. Ez egy nagyon fontos momentum. Most én azt gondolom, hogy ha ezt a két dolgot veszük, akkor már el is mondtam, hogy gyakorlatilag miért vagyunk itt, és miért keressük a felsőoktatási intézményeknek az együttműködését. Földesi Péter, az egyetem rektora hangsúlyozta, az együttműködési megállapodás aláírásával az intézmény számára is új lehetőségek nyílnak, mivel a honvédelem ügye, az abban rejlő kutatási, fejlesztési lehetőség a hallgatók számára is kihívásokat tartogat. A rektor kiemelte, a közös munkát haladéktalanul megkívánják kezdeni, hiszen a mindkét fél számára előnyös megállapodásnak köszönhetően új utak nyílnak meg az egyetem előtt.